Holly popjon mi. Mindenkinek. Kávé 7 szivar. Hú, hát hogyha van gusztustalandal, akkor olyan reggel. Nem tudom, hogy jártatok-e már így. Amikor hát megint kinyírnak egy gyereket közben lent. Ami ülj egy gyereket. Hát ha van gusztustalan dolog, így reggel, akkor az az, amikor elkészíted a kávédat. Nem tudom, hogy jártatok-e már így, ráadásul ugye frissen őrölt kávét szoktunk inni, meg szemeset, nyilván. Azt törlöd frissen, ilyen szemes kávét. És akkor már, hogy megőrlöd, már így, ó, ilyen nagyon finom illata van, meg mit tudom, meg szoktuk előre így megőrölni. Megőrölni. Hú, milyen hülye szó ez. Őrölni kávét. Nincs is ilyen szó, lehet, hogy megőrölni, na mindegy. De van, mert mondtam. És akkor úgy frissen, úgy felszakik az illata az orrodba, és akkor ó, olyan finom, akkor ott a kutyogóssal elkészíted, meg lejön a kávé, és akkor töltenéd ki, és akkor nincs otthon tej. Na, ez. Így benyülök, és ne, én meg tej nélkül nem. Tehát én ilyen kapucsínos, habos kávét szoktam inni csak. Vagy teljes kávét. Egy cukor nélkül szigorúan. Ugye, hogyha jó minőségű kávét készítesz, mint ilyen 100% arabikát, vagy arabikát, nem tudom, hogy kell mondani, akkor nem ezt a robuszta szart csinálod, amiben szára, meg minden bele van darálva, akkor olyan finom minőségű kávét tudsz itthon is elvárítani, hogy tényleg nem kell bele, le fog merülni ez közben, baromi jó, hogy tényleg nem kell bele cukor. És akkor ugye ilyen tejhabot csinálok, és akkor felnyomom tényleg ilyen. És akkor nincs tejér. Most ki az, aki akkor leszaradt tejér? Majd. Napközben majd valamikor lemegyek. Akarok készíteni ma. Az lesz a program, kitaláltam, mert tegnap jöttünk az edzésre, és akkor mondta Vika, hogy úristen, de ennék egy giroszt, és akkor elkezdtem mondani, hogy ekkora giroszt így, és akkor már ekkora adatot, hogy így tele van pakolva, és így fogja a pitát, és így nem lehet darúval sem megemelni, így akkora pitát akar. És ott is neki, hogy menjünk át ott, mert volt egy hely, akkor menjünk oda girosztani, és akkor mondta, hogy már igazából energiája nincsen oda megvárni, meg mit tudom. Aztán nem merült le még közben. Még megy. És akkor ma meg úgy keltem, hogy hát mondom, komolyan csinálok valami házi giroszt, de ezt a csavart giroszt, ez a kebab, vagy nem tudom minek, azt próbálom, mert a jó minőségű pitát szerintem nem lehet kapni. Pitát sütni meg, én nem is tudom, hogy amik az se lenne rossz egyébként, hogy megsütöm a pitát, az mondjuk nagyon király lenni házi pita. Csak ugye nem tudom megcsinálni, hogy bele lehessen pakolni, de mondjuk így csavarva meg lehetne azt is csinálni. Mert mondjuk a girosz meg a mi ez a kebab között ugye van különbség. Az egyik ilyen csavart, a klasszikus giroszba meg belepakolják, de olyan is, hogy a girosz pitát csavarják föl, szóval nem tudom, javítsatok ki. Nem így van. Finom ez a szivar, nagyon. Kis Spice Island egyébként. Nem tudom, mondtam-e már. Ja, meg a memóriám is szar, szóval. Hugomnak háromszor elmesélek valamit, és mindig röhög, hogy ma már kétszer mondtad, és akkor mondok valamit, és mondja, hogy hát ezt is ugyanígy mondtad, és akkor ezzel röhögünk. Rosszul vagyok, amikor leteszek dolgokat valahol, és egyszer nincsen ott. Mert mondjuk erről is meg vagyok győződve, hogy léteznek ilyen fekete lyukak. És valamit így leteszel, és akkor így a fekete lyuk elszívja, és azzal szivat téged, hogy így keresed, hogy ezt hova ejtetted le. Tehát teljesen lehetetlen. Egyszer el is akartam egyébként vlogolni, hogy ez milyen ilyen Murphy talán, hogy valamit
lejtesz, és akkor pont úgy, vagy nem tudom, milyen anomália lehet az, hogy mondjuk lejtesz egy nem tudom most mit mondjak, mondjuk legyen egy apró pénz, mondjuk egy 200-as pont, ami kellett, mondjuk a, mit tudom, a konyhába. És akkor lejtett, hallod, hogy mondjuk gurul, így utána akarsz kapni, de már nincs ott. És akkor te nem is találod meg soha többet, tehát teljesen nincsen többet. És akkor eltelik, mit tudom én, egy hét, akkor takarítotok, pakoltok, vagy valamit ott elhúzol, és akkor nézed, hogy ott van a 200-as, de bent mondjuk a, mit tudom én, a szekrény hátam mögött lévő, nem tudom hol, és azon rajta, és akkor így elkezdesz gondolkodni, hogy hogy kerülhetett az oda, oké, lejtettem, és hogy mennyi esélye volt, hogy elkezdett ott gurulni, akkor pont úgy kanyarodott, hogy oda a polc, akkor ott megpattant valószínűleg a lábánál, egy kicsit fölpattant ott a falon, és úgy rá arra a valamire, és akkor hogy hányszor kéne ezt lejteni ahhoz, hogy az oda menjen? De hányszor? Nem tudom, hogy 1500-szor, vagy többször, lehet, hogy soha meg nem történne ez így. Dobnád, hogy ez így guruljon, ott pont megpattanjon, pont oda beessen úgy így, és akkor úgy kéne, hogy egy csinálni, hogy csak leejtett, hogy mennyi az eső, hogy pont arra gurul, és tünk, és próbálnád, és abban a pillanatban az az egy ejtés, vagy abban a pillanatban, amikor leejtetted, akkor ő pont oda gurul, és pont oda megy be. Kutyám is jó hangokat ad ki megint. Na minden, mit akartam? Ja igen, hogy ilyen házi giroszt gondoltam már. Én nem tudom, van-e valami jó receptetek. Már mondjuk mire már megírjátok, biztos már elmegyek, aztán megveszem most. Hát ilyen csirkéből akarom csak most csinálni, de olyat is hallottam, hogy úgy van, hogy van mondjuk disznó karaj. Van ilyen karaj. És akkor azt mondták, hogy van mondjuk csirke, van a disznókaraj, meg csirke, mell mondjuk, vagy pulyka mell inkább, és akkor ugye ez meg van darálva, fűszerezve, és így ki van lapítva ilyen egyenesre, és hogy úgy van, hogy van a disznókarajra egy vékony csík, az rá van rakva ez a lap darált hús, megint egy adag ilyen disznókaraj, megint a csirke, és akkor a végén az így föl van tekerve, és úgy kell megsütni, és abból vágsz. Én azt hittem az ilyen szín húsú, mert úgy értve, hogy nincsen benne ilyen darált hús, meg ilyenek, és hogy általában úgy van, de hát meg ennyit szarakodni vele itthon. Akkor majd nekiállsz, és nem tudom. És akkor ezt a csavartuccot akarom megcsinálni. Lehet, hogy fölveszem, nem? Az jó lenne. Aztán úgyse veszem föl, úgyhogy hiába mondom. Na, egyébként képzeljétek el, hogy ja, két dolgot is akarok mondani, aztán már úgyis lemerül ez a szar. Nem még bírja, mindjárt lemerül. Ne kapcsold meg, ez hülye, ki akarja kapcsolni. Még két dolgot gyorsan említem. Az egyik az, hogy mondjuk ezt már lehet, hogy csak magamnak, hogy az iStockról meg lesz az első kifizetésem, én online marketinges oldal, aztán tök régóta csinálom, tök jó, most összeért ilyen $100, egyébként bárki dolgozhat neki, csak hát azért valamilyen szinten elég ilyen magas elvárásaik vannak, ez ilyen ingyenes oldal, ilyen online marketinges, ilyen kis effekteket készítek, úgyhogy annak nagyon örültem, most lesz az első, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ilyen exkluzív is lehetsz, meg mit tudom, csomó lehetőség van, tök jó. Ilyen kis mellesleg. Ez egyik. Ez csak azért mondtam el majd, amikor visszanézem, hogy humma az iStockon, mert ezért ilyen, abból építettem fel a házamat, akkor majd visszanézem, hogy ott fizették az első $100. Persze. Na és a másik meg, hogy elárulok egy ilyen mini titkot nektek, amit én biztos, hogy nem tudtok. Én készítek most ilyen kis filmeket ilyen youtubereknek. Jobban mondva egy youtubernek, most konkrétan a Szabó Kristóf
mint a Bernek, hogyha fölmentek, így van, hogy Szabó Kristóf ennyi. A legutóbbi ilyen Ant-Man Hungary filmet is én forgattam nekik, egyébként szerepelek is benne, mert ugye régen mi filmeztünk. Sok akciófilmet készítettem, meg skifit is csináltunk, ilyen amatőr önköltségvetésű filmeket, és akkor most neki én forgatom a filmjeit, éppként tök jó hangulata van szerintem, majd nézzetek fel. Meg van egy ilyen esküvős videó, azt is én csináltam nekik, az is ilyen minifilm, ilyen kis forgatókönyvvel, szöveggel ugyanúgy megírva. Aztán nagyon szeretjük ezt a forgatást. Meg úgy néz ki, hogy együtt edzünk is egy youtuberrel, mert nagyon sokan utálják, ez egy youtuber, de hát most mit mondjak, hogy a videós az jó, hát most youtuber, meg videós, nem mindegy, és hogy mondod, vagy nem tudom, esetleg minek kezdem kiakadni, hogy ez egy youtuber, meg nekem nincsenek rajongóim, nézőim vannak, meg mit, tehát most nem tudom. Szerintem meg vannak rajongók, szóval ugyanúgy már ebben a korosztályban is. Szerintem rohadt sok ilyen rajongója van ezeknek a híres youtubereknek. Hát híres, jó. Úgy híres, hogy elég nagy nézettsége van nekik. És az egyik ilyen régen műsorunk is volt együtt, ő úgy néz ki, hogy együtt edzünk most, megkeresett. Még nem árulom el egyelőre, mert hogy ki az, meg nem tudom, hogy neki nem akarja, hogy... De tök ügyes, nagyon durva. Ügyes, nagyon. Na, ügyesek ezek a srácok egyébként. Most akárki akármit mond meg, hogy utálják őket, ügyesen csinálják a dolgaikat egyébként. Jó, tartalmilag nekem abszolút semmi. Nekem ez nem mondani való, amiket ők előállítanak. Én ezeket szeretem, ezeket a vlogokat meghallgatni. Már nem a sajátomat. Legalábbis rögni fogtok, volt, amikor végighallgattam saját vlogom, mert nem emlékeztem, hogy egy tök régi vlog, ilyen több éves, és voltam téma, és meghallgattam, és akkor még olyan is volt, képzeljétek, hogy már úgy nem értettem annyira egyet magammal, mert akkor mondjuk úgy gondoltam. De jó, nagyjából nyilván, tehát ennyit az nem változik már az ember ennyi évesen, főleg. De hogy volt egy csomószor, így meghallgattam, és tök jó volt. Hát én magamat hallgatom. Nem, hát csak néha tök jó visszahallgatni amúgy, hogy milyen gondolataid voltak valami témával kapcsolatosan. Nem. Na igazából ez is ilyen témátlan dolog lett. Lerakom a lemerül, és akkor meg elvesztettem a fájt. Már is egy csomót dumálok, halipakim,